Háré Krisna! Folytatjuk a Srímad Bhagavatam első énekének, első fejezetének felolvasását, és folytatjuk a szentek kérdéseit a második verstől, és akkor magyarázatokkal. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, tehát második vers. Teljes mértékben elvetve minden anyagi célú vallásos cselekedetet, e Bhagavata Purána a legfelsőbb igazságot tárja fel, amelyet csak a tökéletesen tiszta szívű bakták érthetnek meg. A legfelsőbb igazság az illúziótól megkülönböztetett valóság, amely mindenki javát szolgálja. Ez az igazság gyökerestől elpusztítja a háromszoros szenvedést. E szépséges Bhagavatam, amelyen a nagy szent Vasudeva, amelyet a nagy szent Vyasadeva állított össze, érett tudása teljében, önmagában elegendő Isten megvalósításához. Mi szükség hát más írásra? Amint az ember figyelmesen és alázatosan hallgatja a Bhagavatam üzenetét, e tudás művelésével megszilárdítja szívében a legfelsőbb úr helyzetét. Magyarázat. A vallás négy alapvető területet foglal magába. A jámbortetteket, a gazdasági fejlődést, az érzékek kielégítését, végül pedig a felszabadulást az anyagi kötöttség alól. A vallástalan élet barbár állapot. Az emberi élet a vallással kezdődik. Az evés, az alvás, a védekezés és a párzás az állati élet négy alapelve, amely megtalálható mind az állatoknál, mind az embereknél. A vallás azonban csak is az emberre jellemző, különleges tevékenység. Vallás nélkül az emberi élet nem különb az állati létnél, így minden emberi társadalomban megfigyelhető a vallásnak valamilyen formája, amelynek célja az önmegvalósítás és amely ember és Isten örök kapcsolatára mutat rá. Az emberi civilizáció alacsonyabb szintjein folytonos harc dúl az anyagi természet fölötti uralomért, más szóval szakadatlan a versengés és az érzékek kielégítéséért. Ilyen tudat által vezérelve fordul az ember a vallás felé, s így csupán azért hajt végre jámbor vagy vallásos tetteket, hogy anyagi haszonra tegyen szert. Ha azonban ehhez az anyagi nyereséghez más úton is hozzájuthat, az úgynevezett vallást nyomban elutasítja. Ez történik a modern civilizációban. Az ember anyagi téren gyarapszik, ezért nem érdekli a vallás. A templomok, mecsetek szinte üresek. Az embereket jobban érdeklik a gyárak, az üzletek és a mozik, mint a vallásos helyek, amelyeket elődeik építettek. Ez bizonyítja, hogy a vallást csakis anyagi nyereségét gyakorolják, hiszen szükség van rá az érzékkielégítéshez. Amikor valaki belefárad az érzékkielégítés utáni hajszába, a felszabadulás felé fordul, s azzal próbálkozik, hogy egyé váljon a legfelsőbb úrral. Következésképpen ezek a szintek csupán az érzékkielégítés különböző formái. A védák az előbb említett négy tevékenységet írják elő szabályozott módon, annak érdekében, hogy ezek ne vezessenek túlzott versengéshez az érzékkielégítésért. A Srímad Bhagavatam azonban transzcendentális minden érzékkielégítésre irányuló cselekedethez képest. Tiszta, transzcendentális irodalom, melyet csak is az Úr tiszta baktái érthetnek meg, akik fölötte állnak az érzékkielégítésért folyó versenynek. Az anyagi világban kemény küzdelem folyik állat és állat, ember és ember, közösség és közösség, nemzet és nemzet között. Az Úr baktái azonban felülemelkednek ezen a harcon. Nem versengenek a materialistákkal, mert úton vannak Isten felé, ahol az élet örökké tart és boldogsággal teli. Ezek a transzcendentalisták mentesek az irigységtől és szívük tiszta. Az anyagi világban mindenki irigy mindenki másra, ezért folyik örökös verseny. Ám az Úr transzcendentális baktái nem csak mentesek az anyagi irigységtől, hanem mindenki jó akarói is, akik arra törekszenek, hogy egy versengés nélküli társadalmat hozzanak létre, ahol Isten áll a középpontban. Napjainkban a szocialisták szemlélete a versengéstől mentes társadalomról csupán fikció, mert a szocialista államban a diktátori rang megszerzésért dúl a harc. Akár a védák szemszögéből nézzük, akár a közönséges emberi tevékenységek szempontjából, az anyagi élet alapja az érzékkielégítés. A védák három utat említenek. Az egyik út a gyümölcsöző tettek végzése, amely által az ember felső bolygókra kerülhet. A másik a félistenek imádata, a félistenek bolygóinak elérésért. A harmadik pedig az abszolút igazságnak és személytelen arculatának megvalósítása, valamint az egyé válás vele. Az abszolút igazság személytelen arculata nem a legmagasabb szint. A személytelen aspektus felülmúlja a Paramatma forma,
Az pedig az abszolút igazság személyes arculata Bhagavan. A Srimad Bhagavatam az abszolút igazság személyes arculatáról tudósít. Magasabb szintet képvisel, mint a személytelenséget hirdető irodalom, vagy akár a Védák, Gyána Kanda része. Még a Karma Kanda és az Upasana Kanda részeknél is magasabb rendű, mert az Istenség legfelsőbb személyisége az Úr Sri Krishna imádatát ajánlja. A Karma Kanda a mennyei bolygók eléréséért késztett versenyre a fokozottabb érzékielégítés érdekében, és ezt a versengést a Gyána Kandában és az Upasana Kandában is megtaláljuk. A Srimad Bhagavatam fölötte áll mindezeknek, mert célja a legfelsőbb igazság, minden kategória lényege és gyökere. A Srimad Bhagavatamból az ember mind a szubstanciát, mind a kategóriákat megismerheti. A szubstancia az abszolút igazság, a legfelsőbb úr, a kiáradások pedig relatív energiaformák. Semmi sem választható el a szubstanciától, ugyanakkor azonban az energiák különböznek tőle. Ez a szemlélet nem takar ellentmondást. A Srimad Bhagavatam egyértelműen a Janmadi Asya szútrával kezdődő Vedanta szútra egyidejűleg és különböző filozófiáját hirdeti. Egyidejűleg egy és különböző filozófiáját hirdeti. Ez a tudomány, mely szerint az Úr energiája egyidejűleg egy az Úrral, mégis különbözik tőle, választal az elméjükben spekulálók azon törekvésére, melyel az energiát az abszolútként próbálják bemutatni. Amikor az ember elsajátította el tudást, a monizmus és a dualizmus elméletét már elégtelennek találja. Az egyidejű egység és különbözőség elméletére alapozott transzcendentális tudat kialakulása arra a síkra vezeti az embert, amelyen megszabadul a hármas szenvedéstől. E három szenvedés a következő. 1. Az elme és a test okozta szenvedések. 2. Más élőlények által okozott szenvedések. 3. Természeti katasztrófák által okozott szenvedések, melyek fölött az embernek nincs hatalma. A Srimad Bhagavatam ott kezdődik, mikor a bakta átadja magát az abszolút személynek. Teljes mértékben tudatában van, hogy egy az abszolúttal, ugyanakkor örök helyzete alapján az abszolút szolgálja. A materialista szemléletmódban az ember tévesen az őt körülvevő dolgok urának véli magát, emiatt szünet nélkül ostromolja az élet hármas gyötrelme. Amint azonban fölismeri eredeti helyzetét, az, hogy nem más, mint transzcendentális szolga, nyomban megszabadul minden szenvedéstől. Amíg az élőlény az anyagi természet ura akar lenni, addig lehetetlen számára, hogy a legfelsőbb szolgájává váljon. Lelki azonosságunk tiszta tudatában az urat szolgáljuk, és a szolgálat által azonnal megszabadulunk az anyagi terhektől. Mindezeken túl azonban a Srimad Bhagavatam nem más, mint Sri Vyasadevnak a Vedanta szutrához fűzött magyarázata, melyet lelki élete érettségének teljében írt, Nárada kegyéből. Sri Vyasadev Nárajánnak az Istenség személyiségének hiteles inkarnációja. Hitelességéhez semmi kétség nem fér. Ő az egész védikus irodalom szerzője, mégis mindenek fölött a Srimad Bhagavatam tanulmányozását ajánlja. A többi purána a félistenek imádatának legkülönfélébb útjait mutatja be. A Bhagavatam azonban csak is a legfelsőbb úrról tesz említést. A legfelsőbb úr a teljes test, a félistenek pedig egy test különböző részei. Következésképpen, ha a legfelsőbb urat imádja az ember, nem szükséges számára a félistenek imádata. A legfelsőbb úr azonnal szilárdan megállapodik a bakta szívében. Sri Chaitanya Mahaprabhu a tiszta purálaként ajánlotta a Srimad Bhagavatamot, s megkülönböztette a művet minden más puránától. E transzcendentális üzenet befogadásának leghelyén valóbb módja az alázatos hallgatás folyamata. A kihívó magatartás nem segít ennek a transzcendentális üzenetnek a megértésében. A sus-rusu szó alkalmazása arra int, hogy az embernek vágynia kell arra, hogy hallja e transzcendentális üzenetet. Az első követelmény a vágy az őszinte figyelemre. A kevésbé szerencsés embereket egyáltalán nem érdekli a Srimad Bhagavatam. A folyamat egyszerű, alkalmazása azonban nagyon nehéz. A szerencsétlen embereknek mindig jut elegendő idejük haszontalan társadalmi és politikai beszélgetésekre, de amikor a bakták találkozójára hívják őket, hogy hallgassák a Srimad Bhagavatamot, nyomban szabadkozni kezdenek. Gyakran megtörténik, hogy a Bhagavatam
hivatásos felolvasói fejest ugranak a legfelsőbb úr legbensőségesebb kedvteléseibe, amelyet egyértelműen szex irodalomként magyaráznak. A Srimad Bhagavatamot az elejétől kell hallani. Az alábbi slóka azokról tesz említést, akik alkalmasak arra, hogy magukévá tegyék a művet. Az ember sok-sok jámbor tett után válik alkalmassá arra, hogy a Srimad Bhagavatamot hallgassa. A nagy szent Vyászadév biztosítja az intelligens, megfontolt embereket, hogy a Srimad Bhagavatam hallgatásával közvetlenül megismerhetik a legfelsőbb szemét. Ha valaki hajlandó elfogadni ezt a tanítást, nyomban a paramahamszák helyzetébe kerülhet, anélkül, hogy végigjárná a védákban megemlített megvalósítási szinteket. Harmadik vers. Ó, tapasztalt bölcsek, ízlejétek meg a Srimad Bhagavatamot, a védikus irodalom kívánság teljesítő fájának érett gyümölcsét. Sri Sukadev Goszvámi ajkairól fakad egy gyümölcs, s ezért még zavatosabbá vált, bár nektárja mindig ízletes volt mindenki, még a felszabadult lelkek számára is. Magyarázat. Az előző két slóka határozottan bebizonyította, hogy a Srimad Bhagavatam olyan magasztos irodalom, amely transzcendentális jellemzői miatt túlszárnya a minden más védikus írást. A Srimad Bhagavatam transzcendentális minden világi cselekedettel és világi tudással szemben. Ez a slóka kijelenti, hogy nem csak felsőbbrendű irodalom, hanem minden védikus irodalom érett gyümölcse, más szóval a védikus irodalom legjava. Mindez figyelembe véve a türelmes és alázatos hallgatás mindenképpen nélkülözhetetlen. Az üzenetet és a tanítást, melyet a Srimad Bhagavatam közvetít, nagy tisztelettel és figyelemmel kell befogadnunk. A védákat kívánságteljesítő fához hasonlítják, mert minden tartalmaznak, amiről az ember tudást szerezhet. Mind a világi szükségletekkel, mind a lelki megvalósítással foglalkoznak. Tartalmazzák a társadalmi, politikai, vallási, gazdasági, hadászati, orvosi, kémiai, fizikai és metafizikai témákat, magában foglaló tudomány szabályait, s minden egyebet, ami a test és a lélek fenntartásához szükséges. Mindenek fölött azonban nem mások, mint a lelki megvalósításra irányuló pontos utasítások. A rendezett tudomány magában foglalja az élőlény fokozatos lelki szintre emelkedését, a legmagasabb lelki megvalósítás pedig annak ismerete, hogy az Istenség személyisége a forrása minden lelki íznek, azaz rasának. Brahmától az anyagi világ első élőlényétől kezdve egészen a jelentéktelen hangyáig minden élőlény az érzékfelfogásból származó ízre vágyik. Ezeket az érzéki örömöket rasáknak nevezik. Sokféle rasa van. A kinyilvánított írások 12 féle rasát sorolnak fel. 1. Raudra, düh. 2. Adbutha, csodálkozás. 3. Sringara, szerelem. 4. Hasya, komédia. 5. Vira, hősiesség. 6. Daya, kegy. 7. Dasya, szolgálat. 8. Sakya, barátság. 9. Brayanaka, szörnyűség. 10. Bibatsha, rémület. Bibhatsha, rémület. 11. Santa, semlegesség. 12. Vatsalya, szülői szeretet. E rassák összességét vonzalomnak, szeretetnek nevezik. Elsődlegesen tiszteletes imádatban, szolgálatban, barátságban, szülői ragaszkodásban és szerelemben mutatkoznak meg a szeretet eljelei. Amikor ez az öt dolog hiányzik, a szeretet közvetve a dühben, a csodálkozásban, a tréfában, a hősiességben, a félelemben, a rémületben, stb. Van jelen. Ha egy férfi szeret egy nőt, azt a rasát szerelemnek nevezik. Amikor azonban a szerelemben zavar támad, akkor megjelenhet a csodálkozás, a düh, a rémület, sőt a rettegés is. Néha két ember között a szerelmi kapcsolat szörnyű gyilkossággal is végződhet. Ezek a rasák emberek és emberek, állatok és állatok között léteznek. Az anyagi világban nem lehetséges, hogy egy állat és egy ember, vagy egy ember és egy másfajta fajú élőlény között létrejöjjön ez a rasa. A rasák csak ugyanazon faj tagjai között léteznek. A lelkek azonban minőségileg azonosak a legfelsőbb úrral, ezért a rasák eredetileg a lelki élőlény és a lelki egész az Istenség legfelsőbb személyisége között nyilvánulnak meg. A lelki kapcsolat rasa teljességében a lelki létben, az élőlények is a legfelsőbb úr között van jelen. Az Istenség legfelsőbb személyiségét ezért a Shruti mantrák, a védikus himnuszok
minden rasa forrásaként jellemzik. Amikor az élőlény a legfelsőbb úrral társul, s eredeti rasáját élvezi vele, akkor valóban boldog. A sruti mantrák rámutatnak, hogy minden élőlénynek megvan az eredeti helyzete, amelyben egy bizonyos rasában kapcsolatban áll az istenség személyiségével. Csak is felszabadult helyzetben tapasztalható teljességében ez az elsődleges rasa. Az anyagi létben a rasa csak eltorzult, ideiglenes formában érzékelhető. Az anyagi világ rasái így a rautra, düh, stb. Anyagi formáiban mutatkoznak meg. Ezért az, aki teljes tudásra tesz szert a különböző rasák terén, amelyek minden tevékenység alapját képezik, megérti, hogy az anyagi világban az eredeti rasák valótlan tükörképei vannak jelen. Egy művelt tudós az eredeti rasát lelki formájában akarja élvezni. Kezdetben arra vágyik, hogy egyé váljon a legfelsőbbel. A kevésbé intelligens transzcendentalisták nem léphetnek túl a lelki egésszel való egyéválás elméletén, ha nem ismerik a különböző rasákat. Ez a slóka határozottan kijelenti, hogy a lelki rasa, amelyet még a felszabadult szinten állók is élveznek, megismerhető a Srimad Bhagavatamból, annak köszönhetően, hogy a Srimad Bhagavatam minden védikus tudás élet gyümölcse. A transzcendentális irodalom alázatos hallgatásával szívünk összes vágya teljesülhet. Nagyon kell azonban vigyáznunk, hogy a megfelelő forrásból halljuk az üzenetet. A Srimad Bhagavatamot a legmegfelelő forrásból kapjuk meg. Nárada Muni hozta el a lelki világból, majd átadta tanítványának, Vyászadévnak, aki fiának, Srila Sukadev Goszváminak továbbította az üzenetet, Srila Sukadev Goszvámi pedig Pariksit Maharázsnak adta át, mindössze 7 nappal a király halála előtt. Srila Sukadev Goszvámi születésétől kezdve felszabadult lélek volt, sőt már anyja méhében is, és születése után semmilyen lelki nevelés nem kapott, senki sem születik képzetten, sem anyagi, sem lelki értelemben. Ám Srila Sukadev Goszváminak, mivel tökéletesen felszabadult lélek volt, nem kellett semmilyen fejlődési folyamaton végigmennie a lelki megvalósítás elérése érdekében. Azonban annak ellenére, hogy tökéletesen felszabadult személy volt, aki transzcendentális helyzetében fölötte áll a 3 anyagi kötőerőnek, vonzódott az Istenség legfelsőbb személyiségének, akit felszabadult lelkek dicsőítenek védikus himnuszokat énekelve, e transzcendentális rasájához. A felszabadult lelkek még jobban vonzódnak legfelsőbb úr ketteléseihez, mint a világi emberek. Szükségszerű, hogy a legfelsőbb úr személy legyen, hiszen csak egy személlyel lehet transzcendentális rasát fenntartani. A Srimad Bhagavatam az úr transzcendentális ketteléseit beszéli el, és az elbeszélés Srila Sukadev Goszvámi rendszerezte. Ez a téma mindenkinek szól, beleértve azokat, akik a felszabadulás után kutatnak, és azokat is, akik egyé akarnak válni a legfelsőbb egésszel. A szanszkrit nyelvben a papagájt sukának is nevezik. Amikor a papagáj piros csőrével belecsíp az érett gyümölcsbe, az még édesebb lesz. A védikus gyümölcs, amely tudástól érett és teljes, Sukadev Goszvámi ajkairól fakad. Nem azért hasonlítják őt papagájhoz, mert képes volt pontosan úgy elismételni a Bhagavatamot, ahogyan bölcs apjától hallotta, hanem mert úgy tudta átadni ezt a művet, hogy az emberek minden rétegéhez szóljon. A Srimad Bhagavatam úgy árad Srila Sukadev Goszvámi ajkairól, hogy az őszinte és alázatos hallgató egyszerre megizlelhesse azt a transzcendentális zamatot, amely merőben különbözik az anyagi világ eltorzult ízeitől. Ez az érett gyümölcs nem hullik váratlanul Krisna lóka legfelsőbb bolygójáról. Vigyázva száll alá a tanítványi láncon keresztül, minden változtatás, minden akadály nélkül. Az ostoba emberek, akik nincsenek a transzcendentális tanítványi láncolaton, nagy hibát követnek el azzal, hogy a rasatáncként ismert legfelsőbb rendű transzcendentális rasát úgy próbálják megérteni, hogy nem követik Sukadev Goszvámi nyomdokait, aki nagy figyelemmel a transzcendentális önmegvalósítás szintjein keresztül adja át egy gyümölcsöt. Az embereknek elegendő értelemmel kell rendelkeznie, hogy megértsék a Srimad Bhagavatam helyzetét, figyelembe véve olyan személyiségeket, mint Sukadev Goszvámi, aki nagyon óvatosan bánik e témával. A Bhagavata iskola tanítványi láncolatának folyamata azt sugallja, hogy a jövőben is attól kell tanulnunk a Srimad Bhagavatamot, aki valóban Srila Sukadev Goszvámi képviselője. Az, aki hivatásból törvényellenesen üzletet csinál a Bhagavatam elmondásából, semmiképpen sem Sukadev Goszvámi képviselője. Ez az üzlet csak arra szolgál, hogy megkeresse vele a kenyerét.
Ezért tartózkodnunk kell attól, hogy ilyen emberektől halljunk előadásokat, akik többnyire ennek az írásnak a legbensőségesebb részeinél kezdik, anélkül, hogy végigjárnák egy komoly téma megértésének lépcsőzetes folyamatát. Fejest ugranak a rasatánc leírásába, amelyet az ostoba emberek általában félreértenek. Vannak, akik erkölcstelennek tartják, és vannak, akik saját ostoba magyarázataikkal próbálják elkendőzni. Nem vágynak arra, hogy Srila Sukadev Goszvámi nyomában haladjanak. Le kell tehát vonnunk azt a következtetést, hogy a rasa komoly tanulmányozójának, a Srila Sukadev Goszvámitól származó tanítványi láncolaton keresztül kell befogadnia a Bhagavatam üzenetét. Srila Sukadev Goszvámi az elejétől beszéli el a Bhagavatamot, nem pedig szeszélyesen, csupán, hogy elégedetté tegye az anyagi felfogású embereket, akik nagyon keveset tudnak a transzcendentális tudományról. A Srimad Bhagavatamot olyan gondosan tárja elénk, hogy aki őszinte és komoly, azon nyomban élvezheti a védikus tudás érett gyümölcsét, a Sukadev Goszvámi vagy az ő hiteles képviselője ajkairól fakadó nektár megízlelésével. Negyedik vers. Hajdanán egy szent helyen, Naimi Saranya erdejében a bölcs Saunaka vezetésével a nagy szentek hatalmas, ezer évig tartó áldozat bemutatására gyűltek össze, hogy elégedetté tegyék az urat és híveit. Magyarázat. A Srimad Bhagavatam nyitányát az előző három slóka beszélte el, s most a magasztos írás legfőbb témája veszi kezdetét. Azután, hogy Srila Sukadev Goszvámi először mondta el a Srimad Bhagavatamot, másodszorra Naimi Saranya erdejében ismételték el. A Vava Via tantrában az áll, hogy Bráma, ennek az univerzumnak a mérnöke tervezett egy hatalmas kereket, amelybe az egész univerzum belefért. Egy gigantikus kerék középpontja a Naimi Saranyaként ismert terület volt. Hasonló utalást találunk Naimi Saranya erdejére a Varaha Puránában is, amely kijelenti, hogy az ezen a helyen végrehajtott áldozattal a démonikus emberek ereje hanyatlik. Ezért részesítik előnyben a brámanák Naimi Saranyát az ilyen áldozatok végrehajtásakor. Az Úr Visnu baktái számtalanféle áldozatot hajtanak végre az Úr kedvét keresve. Mindig ragaszkodnak az Úr szolgálatához szemben a bűnös lelkekkel, akik az anyagi lét örömeihez kötődnek. A Bhagavad Gita azt mondja, hogy bármilyen tettet hajtsanak végre ebben az anyagi világban, ha annak más a célja, mint az Úr Visnu öröme, akkor a cselekvő számára csak még több kötöttséget eredményez. Az utasítás az, hogy minden cselekedetet Visnu és baktái öröméért áldozatként kell végezni. Ez mindenki számára meghozza a békét és a jólétet. A nagyszentek mindig az emberek javán fáradoznak, így aztán a Saunaka és mások vezette bölcsek összegyűltek Naimi Saranya szent helyén, hogy hatalmas áldozati szertartások szakadatlan sorát hajtsák végre. A feledékeny emberek nem ismerik a békéhez és jóléthez vezető helyes utat. A bölcsek azonban jól ismerik, ezért az emberiség javát szolgálva mindig arra vágynak, hogy úgy cselekedjenek, hogy azzal a békét hozzanak a világra. Minden élőlény őszinte barátai, s még saját kényelmük árán is az urat szolgálják minden más ember érdekében. Az Úr Visnu olyan, mint egy óriási fa, s mindenki más, beleértve a félisteneket, az embereket, a szithákat, csaránákat, vidyadharákat és a többi élőlényt, olyan, mint a fa ágai, gajai és levelei. A fa gyökerét öntözve a fa minden része táplálékhoz jut. Csupán azokat az ágakat és gajakat nem lehet elégedetté tenni így, amelyek nincsenek kapcsolatban a fával. A különálló ágak és levelek fokozatosan elszáradnak minden locsolás ellenére. Ehhez hasonlóan az emberi társadalom, ha nem kapcsolódik az istenség személyiségéhez, ahogyan a különálló ágak és levelek, nem képes arra, hogy felszívja a vizet, és ha valaki ezzel próbálkozik, csupán energiáját és erőforrásait pazarolja. A modern materialista társadalom eltávolodott a legfelsőbb úrtól. Az ateista vezetők tervei sorra meghiúsulnak. Mégsem ébrednek erre rá. Ebben a korban az Úr Szent nevének közös éneklése a követendő folyamat annak érdekében, hogy az emberek felébredjenek. Ennek az útját és módszerét az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu mutatja be a legtudományosabb módon, s akik intelligensek, azok arra használják a tanítását, hogy valódi békére és jólétre tegyenek szert. A Srimad Bhagavatam célja ugyanez, s ezt a további versek még részletesebben feltárják. 5. vers.
Egy napon, amikor az áldozati tűz meggyújtásával befejezték reggeli kötelességeiket, a nagyszentek tiszteletbeli ülőhelyet ajánlottak fel Srí Szuta Goszváminak, és mélységes tisztelettel tudakozódni kezdtek tőle. Magyarázat. A reggel a legkedvezőbb időszak a lelki szolgálat végzésére. A nagyszentek a Bhagavatam elbeszélőjének tiszteletbeli emelt ülőhelyet ajánlottak fel, amelyet Vyasasanának hívnak, Srí Vyasadév ülésének. Srí Vyasadév minden ember eredeti lelki tanítója, s minden tanítót az ő képviselőjének tekintenek. Képviselő az, aki teljes mértékben Srí Vyasadév nézőpontjait képviseli. Srí Vyasadév Srí Sukadév Goszváminak adta át a Bhagavatam üzenetét, és Srí Szuta Goszvámi tőle hallotta. A tanítványi láncolatban Srí Vyasadév minden hiteles képviselőjét Goszváminak kell tekinteni. Ezek a goszvámik visszafogják minden érzéküket, és ragaszkodnak ahhoz az úthoz, amelyet az előző ácsárják jártak. A goszvámik nem puszta szeszélyből tartanak előadásokat a Bhagavatamból. A legnagyobb figyelemmel végzik szolgálatukat, követve elődeiket, akik változtatás nélkül adták át nekik a lelki üzenetet. A Bhagavatam hallgatói tehetnek fel kérdéseket a beszélőnek, hogy feltáruljon előttük a Bhagavatam tiszta jelentése, de ezt sohasem szabad kihívó szellemben tenni. Az embernek úgy kell előadni a kérdését, hogy a tiszteletet tanúsít mind a beszélővel, mind a témával szemben. A Bhagavad Gita szintén ezt ajánlja. Az embernek alázatos hallgatás útján a megfelelő forrásból kell elsajátítani a transzcendentális tudást. Éppen ezért a szentek nagy tisztelettel szólították meg Szuta Goszvámit. 6. vers. A bölcsek így szóltak. Tiszteletre méltó Szuta Goszvámi, téged nem szennyez semmiféle bűn. Jártas vagy a szentírásokban, melyek vallásosságukról híresek, valamint a puránákban és a történetekben is, hiszen megfelelő irányítás alatt tanulmányoztad, és ezt el is magyaráztad ezeket. Magyarázat. Egy Goszváminak, Srí Vyasadév hiteles képviselőjének mentesnek kell lennie minden bűntől. A Kali Yuga 4 legfőbb bűne a következő. Tiltott kapcsolat nőkkel, 2. az állatok mészállása, 3. mámorítószerek fogyasztása, 4. mindenféle spekulatív szerencsejáték. Egy Goszváminak mentesnek kell lennie mindezektől a bűnöktől, mielőtt a Vyasasanára ülhetne. Nem szabad a Vyasasanára ülnie annak, akinek jelleme nem makulátlanul tiszta, s aki nem szabadult meg a fent említett bűnös tettektől. Emellett jól kell ismerni a kinyilvánított szentírásokat, a védákat. A puránák, valamint az olyan történetek, mint a Mahabharat vagy a Rámaján, szintén a védák részei. Egy ácsárjának vagy goszváminak ismernie kell ezeket az írásokat, hallani és elmagyarázni ezeket fontosabb, mint olvasni őket. Csak hallgatásával és magyarázatok hozzáfűzésével sajátíthatja el az ember a kinyilvánított írásokban rejlő tudást. A hallást sravanának, a magyarázatot pedig kirtanának nevezik. E két folyamat, a sravana és a kirtana elsődleges fontosságú a lelki élet fejlődéséhez. Aki a helyes forrásból alázatos hallással megfelelően elsajátította a transzcendentális tudást, az helyesen el is tudja magyarázni azt. 7. vers. Te vagy a legidősebb tanult vedantenista, ó Szuta Goszvámi, így rendelkezel Vyasadév, az Istenség inkarnációja, tudásával, és ismersz más szenteket is, akik tökéletesen jártosak minden fizikai és metafizikai tudományban. Magyarázat. A Srimad Bhagavatam, a Brahma Sutra, azaz a Badarayani Vedanta Sutrák természetes magyarázata. Természetesnek azért nevezik, mert Vyasadév a szerzője mind a Vedanta Sutrának, mind a Srimad Bhagavatamnak, minden védikus tudás lényegének. Vyasadév mellett ott vannak azok a szentek is, akik a 6 filozófiai rendszert létrehozták. Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini és Ashtavakra. A Vedanta Sutra tökéletesen elmagyarázza a teizmust, még a filozófiai spekuláció többi rendszere nem tesz említést minden ok végső okáról. Csak is akkor ülhet valaki a Vyasasanára, ha jártas minden filozófiai rendszerben, hogy képes legyen teljességében átadni a Bhagavatam teista szemléletét, szembehelyezkedve minden más elmélettel. Srí Szuta Goszvámi megfelelő tanító volt, ezért Naimi Saranyánál a szentek őt emelték a Vyasasanára. Srila Vyasadévát hiteles felhatalmazott inkarnáció révén e vers az Istenség személyiségének nevezi.
Nyolcadik vers. Mivel alázatos vagy, lelki tanítómestereid minden kegyükkel megáldottak, amit egy jó tanítvány megkaphat. Ezért elmondhatod nekünk mindazt, amit tudományos úton sajátítottál el tőlük. Magyarázat. A lelki élet sikerének titka abban áll, elégedetté tudjuk-e tenni a lelki tanítómestert, s megkapjuk-e őszinte áldását. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur így énekel a lelki tanítómesterről híres 8 verszakos énekében. Felajánlom tiszteletes hódolatomat lelki tanítómesterem lótuszlábainak. Csupán az ő elégedettségével az ember elégedetté teheti az istenség személyiségét, ám amikor elégedetlen, az zavart okoz a lelki megvalósítás útján. Ezért különösen fontos, hogy a tanítvány legyen nagyon engedelmes és alázatos a hiteles lelki tanítómesterrel szemben. Srila Szuta Goszvámi minden ilyen követelménynek megfelelt, mint tanítvány, ezért művelt és önmegvalósított lelki tanítómesterei, Sri Vyászadév és mások minden kegyükkel elárasztották. Naimi Saranya szentjei biztosak voltak Srila Szuta Goszvámi hitelességében, ezért arra vágytak, hogy hallhassák őt. 9. vers. Pillanat, megnézem, hogy be tudjuk-e most ezt fejezni. Ah, nem. Még ezt felolvasom, meg még a 10. 9. vers. Ezért arra kérünk téged, hosszú élettel megáldottat, magyarázd el nekünk érthetően megállapításodat, mi szolgálja az emberiség abszolút és alapvető javát. Magyarázat. A Bhagavad Gita egy ácsárja imádatát ajánlja. Az ácsárják és a goszvámik mindig az emberek javára gondolnak, különösen lelki jólétükre. A lelki boldogulást automatikusan követi az anyagi jólét, így az ácsárják a lelki fejlődés terén adnak utasításokat az egyszerű embereknek. A szentek, akik előre látták a kalikorban a nézeteltérések vaskorszakában élő emberek rossz tulajdonságait, megkérték Szuta Goszvámit, összegezze a kinyilatkoztatott szentírásokat, mert ebben a korban az emberek minden tekintetben kárhozottak. A szentek az abszolút jóról kérdeztek, amely az emberek alapvető érdekét szolgálja. E kor emberének kárhozott helyzetéről a következő versekben olvashatunk. 10. vers. Ó bölcs! Kali vaskorszakában az emberek rövid életűek. Örökké civakodnak, lusták, félrevezetettek, szerencsétlenek, s legfőképpen mindig zavarodottak. Magyarázat. Az Úr baktái mindig az emberiség lelki fejlődését kívánják. Amikor Naimi Saranya szentjei elemezték a kalikor emberének helyzetét, előre látták, hogy az emberek rövid életűek lesznek. A kaliugában az élethossza nem annyira a táplálék hiánya, mint inkább a szabályokkal ellenkező szokások miatt rövidült le. Szabályokhoz kötött szokásokkal, egyszerű étkezéssel bárki fent tudja tartani az egészségét. A túl sok evés, a túlzott érzékkielégítés, a nagymértékű függés mások kegyétől, valamint a természetellenes életvezetés elszívják az ember energiáját, életerejét. Ezért rövidül meg az élete. Ebben a korban az emberek emellett rendkívül lusták, nem csupán anyagi szempontból, de az önmegvalósítás terén is. Az emberi élet célja az önmegvalósítás. Az embernek rá kell ébrednie, kicsoda ő, mi a világ és mi a legfőbb igazság. Az emberi élet az a lehetőség, amellyel az élőlény véget vethet minden nyomorúságának, mely az anyagi létezésért vívott könyörtelen harc eredménye, s visszatérhet Istenhez örök otthonába. A rossz oktatási rendszernek köszönhetően azonban az emberek nem is vágynak az önmegvalósításra. Még ha megismerkednek vele, akkor is félrevezetett tanítóknak esnek áldozatul. Ebben a korban az emberek nem csak a legkülönfélébb politikai meggyőződések és pártok áldozatai, hanem az érzékkielégítés érdekében a szórakozás számtalan válfajának, mozi, sport, szerencsejáték, klubok, világi könyvtárak, rossztársaság, dohányzás, ivás, csalás, lopás, veszekedés, stb. Is prédául esnek. Elméjük mindig háborog, s a tengernyi kötelezettségnek köszönhetően örökké aggodalommal teli. Ebben a korban gátlástalan emberek hada találja ki saját vallásos hitét, amely egyetlen kinyilatkoztatott szentírásra sem támaszkodik, s azok az emberek, akik az érzékielégítés rabjai, nagyon gyakran vonzódnak ezekhez a szervezetekhez. Emiatt a vallás köntösében oly sok bűnös cselekedetet hajtanak végre, hogy az emberek nem találnak békét elméjükben, nem találnak békét elméjüknek, egészséget a testüknek.
A tanítványok brahmacsári közösségét nem tartják el, a háztartások nem követik a grihasta ashram szabályait. Ebből adódóan az úgynevezett vanaprasták és szanyászik, akik az ilyen grihasta ashramakból kerülnek ki, könnyen letérnek a helyes útról. A Kali Yugában az egész atmoszférát a hitetlenség hatja át. Az embereket már nem érdeklik a lelki értékek. A civilizáció alapelve most az anyagi érzékkielégítés. A materialista civilizáció fenntartása érdekében az ember bonyolult nemzeteket és közösségeket hozott létre, s a csoportok között a valódi és hidegháborúk miatt általános feszültség uralkodik. Az emberi társadalom jelenlegi eltorzult értékrendszere miatt rendkívül nehéz a lelki színvonal felemelése. Naimi Saranya szentjei ezért azt szeretnék, ha minden elesett lelket felszabadíthatnának kötelékeik alól. Most Srila Szuta Goszvámitól tudakozódnak a gyógyír felől. Holnap folytatjuk a 11. verssel. Srila Prabhupád Ki Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna, Hari Bol.